A garázdaság és rongálások száma emelkedett tavaly a szekszárdi rendőrkapitányság működési területén, de a kiemelt bűncselekmények száma nem. Egyetlen rablás történt, a korábbi 74 betörés pedig 33-ra apadt. Ilyen alacsony 10 éve nem volt, Pilisi Gábor rendőrkapitány beszámolója szerint. A közterületi jelenlétben is tartották a korábbi 150 ezer órát, és a közlekedési balesetek által mutatott összkép sem rosszabb a korábbi évekénél. A városlakók biztonságérzete tehát nem kell, hogy romoljon, pár területen mégis a rendőrség segítségét kérték a képviselők. Az elmúlt hetekben végigjártam az összes szexuális középiskolát, és a gyerekek részéről mint probléma fogalmazódott meg az, hogy a vasútállomás környéke, buszmegálló környéke, Platánsor, vagy éppen a Bérgalog Ádám utcánál lévő éjjel-nappali kiszolgáló környékén azért folyamatosan érik őket atrocitások. Május 31-éig kidolgozzák, hogy lehetne több rendőrt irányítani ezekre a területekre. A közgyűlés azt is elfogadta, hogy 73 millió forint értékű pótmunkát kell végezni az épülő uszoda területén. Ez azt is jelenti, hogy a kivitelezés határideje november 20-ára módosul. Ez pár hét, hónap csúszás meg kell, hogy éljen, hiszen nagyon fontos lesz az, hogy amikor már túl leszünk a beruházáson, akkor az a több 10 millió forint, amit évente egy uszoda termel egy városnak veszteséget, az nem mindegy, hogy mondjuk kisebb vagy nagyobb számot fog jelenteni. Egyébként nekünk ez körülbelül éves szinte 80 millió forintos veszteséget jelent a városnak. Szintén a fiatalokat érinti, hogy a megszűnt extrém sportpálya helyett újat építene a város. Ehhez beadnak egy pályázatot is, amitől a bekerülési összeg felét remélik, mintegy 17 millió forintot. Hogy hol legyen a helye, azt a következő hetekben keresik majd, de mindenképpen meg akarják hallgatni az érintettek véleményét is.